szeretettel köszöntök mindenkit az Open Source Budapest Meetup előadáson. Ma három előadónk lesz. Az első előadó én leszek az OpenVRT-vel kapcsolatban, a második előadó Hammer Attila a beszélőlinuxról fog beszélni, illetve Meskó Balázs a különböző software licenszeknek a mutatóit, illetve a fontos tudnivalóit fogja nekünk majd ismertetni. Nem is kezdeném az első előadást az OpenVRT-vel kapcsolatban. Ki az, aki már hallott az OpenVRT-ről, csak egy érdekességképpen? Jó, elég sokan hallottak róla. Akkor nagyon röviden, ugye mi ez az OpenVRT? Alapvetően ez egy Linux disztribúció, amit kifejezetten ilyen routerekre szántak, és ugye felmerül a kérdés, hogy miért kellene lecserélni a router az operációs rendszert. Találtam néhány cikket, ami számomra a miértre a választ megadta. Az egyik ilyen cikk arról szól, hogy egy adott routerben találtak egy olyan backdoort, hogyha a böngészőnek a user agentjébe beírunk egy megfelelő stringet, akkor beenged. Tehát akkor nem kell se felhasználni, se jelszót, hanem egyszerűen benn vagyunk az admin felületen. Hogy ez működik-e az internet oldalról, nem tudom, de miért nem működhetne. Jó, egyébként ez tényleg csak annyi, hogy egy sima user agentet kell módosítani, és akkor már változik. Úgyhogy gyorsan körülnéztem, hogy az én routerem, ugye hoztam egy ilyen routert, amit gyorsan felokosítottam itt az előadás előtt, úgyhogy reméltem, hogy nem fogom elrontani, de sikerült megcsinálni. És utána néztem, hogy konkrétan ez a típus, ami nekem van, ennek milyen támogatása van. Tehát ha most le akarok hozzá tölteni egy firmware-t, ami esetleg valamilyen hibákat javít, akkor hol tudok kiindulni. Szerencsére a gyártó még létezik. Tehát már vannak olyan routerek, ahol már gyártó sem létezik, tehát az eleve esélytelen. Itt a gyártó azért még létezik, meg is találtam magát az eszközt. És a legfrissebb firmware, amit lehet hozzá letölteni, az 2014-es verzió. Úgyhogy most 2016-ot írunk, nem tudom, hogy az alatt a két év alatt van-e olyan javítás, ami esetleg fontos lehet. Azt tudom, hogy biztonsági hiba van, tehát akkor javításnak is kéne lenni, de javítás az nagyon nincsen. Úgyhogy akkor valami frissebbet kellene keresni. És akkor nézzük egyáltalán, mi van ezen a routeren. Ez a gyári firmware, ami rajta volt, ugye a szokásos bejelentkező felület, alapértelmezett admin-adminnal lehet bejelentkezni, tehát hogyha valaki nem állítját, akkor is egy biztonsági kockázat. És miután bejelentkeztem, akkor lehet látni, hogy ami fontos lesz nekünk, hogy ez egy egyes verziójú hardware, illetve hát ezen nem a legfrissebb firmware van, egy nem tudom milyen verziószámmal van itt a firmware, de valami más láttam ott a... Látom, az, ami a weboldalon legfrissebb, tehát 14 akkor legfrissebb, de ennél frissebbet nem tudok rátenni. És akkor innen jött az ötletről, hogy valamit kéne csinálni vele, és az OpenVRT-n megkerestem, hogy egyáltalán támogatott ez a típus. Van egy ilyen adatbázis, ahol rá lehet keresni a különböző eszközökre, és akkor nagyon jó wiki oldalak vannak. Konkrétan ennek a típusnak szerintem iszonyatosan jó ki van dolgozva a wiki oldala, úgyhogy itt a firmware letöltésén és a telepítési útmutatón kívül gyakorlatilag a teljes barkácsolás, áramköri rajzok, minden megtalálható ehhez az eszközhöz. És ugye fontos a hardware verzió, amit ott megnéztem a gyári firmware-be, és ez alapján nekem erre van szükségem, erre az egyes verzióra. Két változatban érhető el, van egy ilyen faktori verzió, amit akkor kell föltelepíteni, ha még soha nem volt ezen az eszközön ilyen OpenVRT, illetve van egy upgrade, amivel a meglévőt lehet frissíteni. Ez gyakorlatilag egy binfile, szépen le kell tölteni, és akkor ezt lehet telepíteni. Na, hogyan kell egy ilyet telepíteni? Iszonyat egyszerű. A gyári szoftver frissítő megoldásával egyszerűen rá kell tallózni a fájra. Én is megnyomtam itt a tallózás gombot, kiválasztottam, itt van benne a fájl neve, rányomtam egy upgrade, és azt mondta, hogy választom fájlt. Itt egy kicsit kétségbe estem, hogy kiválasztom a fájlt,
mégsem. Megint rátalózok, válaszom fájt. És akkor valami beugrott nekem, hogy én ezt hogy csináltam régen, át kell nevezni rövidebbre a fájl nevet. És működni fog. Egyébként még egy érdekesség, hogy konkrétan ezzel a routerrel történt meg az, hogy vettem egy, szerintem pont ő volt az, akit rossz, úgy vettem vaterán, hogy rossz, nem működik, és sorosporton sikerült feléleszteni, és rá akartam tölteni a gyári firmware-t, azt, hogy le lehetett tölteni a honlapról, és többször egy nekifutásra sem sikerült, úgyhogy egyből az OpenBRT-t tettem rá egy sorosporton keresztül, és utóbb kiderült, hogy az volt a baj, hogy a gyári firmware túl nagy, és nem fél rá. Mert kisebb benne a flash, mint amekkora a gyári firmware, és az utolsó néhány byte az egyszerűen lemaradt róla, és ezért nem indult el. Na, úgyhogy átneveztem a file nevet ilyen kis rövidre, és innentől kezdve, lásd át, az upgrade megnyomásával már el is indult a folyamat. Ugye ilyenkor ne kapcsoljuk ki az eszközt, ne áramtalanítsuk, mert akkor téglásítjuk. Ugye a tégla az azt jelenti, hogy az informatikában, amikor egy eszköz már csak valami papírnehezéknek jó is, funkciót nem igazán tudja betölteni. Szerencsére itt minden rendben volt, kiírta, hogy a szoftver frissítés sikeres, és újraindul maga az eszköz, majd egy ilyen fogadott. Ugye egy kicsit itt megint megijedtem, hogy gond lesz, de aztán rájöttem, hogy ugye a teljesen új firmware került az eszközre, tehát minden munkamenet megszűnt, minden munkamenet bezáródott, úgyhogy újra kell tőle IP-t kérni, és akkor már is működik a dolog, tehát bejött a webes felülete az eszköznek. Viszont kaptam egy figyelmeztetést, hogy nincs jelszó beállítva. A routereknél általában van alapértelmezett felhasználó jelszó, OpenBRT-nél nincsen. Ez megint csak biztonsági okokban van így, adjál neki egyet te magad. Tehát nincs default jelszó, hanem mindenképpen valamit adni kell. Na de hogy? Ugye egy Linux rendszerről van szó, tehát hogyha Linux rendszerről van szó, akkor terminálból mindent meg lehet csinálni. Úgyhogy nosz elő egy terminált, és hát jelszó nélkül telnet. Az a legegyszerűbb, hogy simán telnet és a router IP címe, onnantól kezdve benn is vagyok. Benn is vagyok rootként, és az első dolog, amikor sikerült belépni a routerre, akkor a passvd parancssal adjunk egy új jelszót. Lehetőleg ne túl gyengét, én viszonylag rövidet választottam, de érdemes valami hosszabbat adni, és akkor teljesen rendben van. Ennyi volt a nem biztonságos kapcsolat, azonnal ki is léptem a telnetből, és utána ugyanezt megpróbáltam SSH-val, ugye most már van jelszavam, tehát be tudok SSH-zni. SSH, root kukat és a IP cím, ugye látszik, hogy működik a SSH kiszolgáló, elfogadom a kulcsot, természetesen elfogadom, és akkor már benne is vagyok, és most már biztonságos kapcsolaton keresztül vagyok bent. Mivel egy Linux disztribúció, ezért azt jelenti, hogy tartozik hozzá csomagkezelő, tehát lehet telepíteni rá mindenféle egyéb alkalmazást, rengeteg minden elérhető rá, tehát a különböző nyomtatószerver, fájlszerver, torrentszerver, de gyakorlatilag szinte bármit rá lehet telepíteni, ami a tárlóban elérhető, van egy hatalmas nagy lista elérhető csomagokról. OPKG-nak hívják itt a csomagkezelőjét, úgyhogy azzal kezdtem, hogy egy OPKG update-tel frissítettem a csomaglistát, mert biztos, hogy amióta megjelent ez a verzió, azóta ez változott, úgyhogy gyorsan le is frissítette nekem, és akkor innentől kezdve OPKG installal lehet telepíteni. Az első dolog, amit feltelepítettem, és igazából ez a diákjaimnak köszönhető, akik itt ülnek elő, és szeretnek mindenféle érdekes dolgot csinálni az órán, és sütiket lopkodnak, és munkameneteket lopkodnak. Úgyhogy az első dolog, ami volt, az a... itt látszik valahol... a Luci kötőjel SSL csomagot raktam föl. A Luci az a felülete ennek a webes felület, amit az előbb láttunk, és azért kell az SSL, hogy ne HTTP-n keresztül lépjek be a webes felületen, mert ha valaki figyeli a forgalmamat, és ez most lehet, hogy a szomszéd, tehát ugye a falakon is átmegy a jel, akkor ha lehallgatják a HTTP forgalmat, akkor ő is ugyanúgy be fog tudni lépni a routerre, és akkor ő is ugyanilyen admin lesz, mint én. Itt viszont felrakta ezt a csomagot, és gyakorlatilag kész is van. Ahhoz, hogy életbe lépjen, ahhoz még a
van egy UHTTPD nevű kis folyamat a rendszer, amit újra kell indítani, ugye ő fogja kiszolgálni nekünk a webes felületet, ezt újra kell indítani, hogy az SSL-t most már figyelembe vegye, és hogyha ez újra indul, akkor, akkor legenerál nekem gyorsan egy tanúsítványt, és akkor innentől kezdve megvan a titkosított kommunikáció. Ugye titkosított, de nem biztonságos, hiszen ez egy önaláírt tanúsítvány, tehát ha megbízok abban, amit csináltam, már pedig ezt ugye én csináltam ott, és még akkor nem is volt senki a környéken, meg antenna sincs rajta, meg egyébként alapból nincs is bekapcsolva a wifi, tehát azt külön kell majd bekapcsolni, úgyhogy hát szólt a böngész, hogy nem megbízható ez a kapcsolat, de én bátor voltam, kivételt hozzáadtam, elfogadtam, ezt körülbelül háromszor végig kell kattintani, és utána, hogyha betöltöm ezt a webes felületet, akkor lehet látni, hogy most már HTTPS-sel fogok belépni, tehát ha bárki hallgatózik a hálózaton, akkor nem fogja tudni lenyúlni a munkamenetemet, és nem fog tudni velem párhuzamosan bent lenni a router adminisztrációs felületén. Jó, és akkor nagyjából még egy dolgot tettem föl. Ugye úgy vagyok vele, hogy ha már alapvetően szeretek szoftvereket fordítani, akkor miért ne beszéljen magyarul hozzám a router. Rákerestem a csomagkezelővel, hogy van-e valami olyan csomag, amiben a Hungarian szó szerepel, és hát persze van csomó, és ebből is nekem a i18n kötőjel, base kötőjel, fu nevű csomagot kell föltelepíteni, ami simán letöltött csomagkezelő föltelepíti, és onnantól kezdve, ha belépek a webes felületen, akkor már egy teljesen magyar nyelvű kezelőfelület fog fogadni a routeren. Úgyhogy maga a routernek a okosítása és a telepítése az körülbelül ennyi ideig tartott, tehát ez tényleg elég gyorsan megy. Ha minden rendben van, akkor ugye egy ilyen állapot fog fogadni, és hogyha ha valami probléma van, tehát mondjuk téglásodottra az eszközt, vagy valami nem jósült el a folyamat során, akkor az OpenVRT-nek a wikijébe lehet körülnézni, hogy hogyan lehet visszaalakítani az eszközt újra működőképes állapotba. Ezek a visszaalakítások általában már sokkal bonyolultabbak, tehát itt mindenképpen valami soros port, illetve TFTP, meg ilyeneket kell majd ismerni ahhoz, hogy működjön, de ha te nem tudod megcsinálni, akkor valami ismerős biztos van, aki ebben segít, de nekem még ezzel nem volt probléma, tehát ugyanolyan biztonságos, vagy kevésbé biztonságos, mint hogyha gyári firmware-t frissítenénk magán az eszközön. Valószínűleg, hogyha ezt egy új eszközzel csinálod meg, akkor talán hivatalosan a garancia ilyenkor ugrik, de ugyanolyan könnyű visszarakni a gyárit is, tehát hogyha valami történt az eszközzel, akkor ezt meg lehet csinálni, hogy visszaadjuk a gyári firmware-t, és akkor a garancia újra talán még megvan. Jó, és még kiadtam egy parancsot, mivel lekértem, hogy nagyjából milyen kernel van rajta. Ezen egy 3.18-as kernel van, de látszik, hogy tényleg ez egy Linux lett innentől kezdve. Úgyhogy gyakorlatilag erre a routerre most már úgy lehet tekinteni, hogy ő nem csak egy router, aki azért van, hogy az internetet szétoszta a lakásba, hanem ő is egy ugyanolyan Linux alapú eszköz lett, mint mondjuk a számítógép, tehát a csomagkezelővel tud futtatni olyan dolgokat, amihez eddig esetleg számítógép kellett, illetve tud akár scripteket futtatni, tűzfalat lehet benne konfigurálni, tehát rengeteg mindent meg tud csinálni, ami eddig csak számítógéppel lehetett. Ezen a típuson van USB port is, tehát külső Winchestert is lehet rákötni, és onnantól kezdve van akár távterülete is, tehát adott minden ahhoz, hogy számítógépre tudjuk nevezni ezt az eszközt. Jó, és akkor ha valaki szeretné majd ezt megnézni így élőben, akkor most itt össze van rakva, és itt majd egy élő demo keretében meg lehet nézni. Nem tudom, kérdés van-e esetleg ezzel a dologgal kapcsolatban? Igen? A mai eszközök mennyire alkalmasak arra, hogy ilyen firmware-t tegyél rá, tehát mennyire szivatják meg az embert szándékosan, vagy éppen nyitnak kifejezetten azért, hogy
Hát nem tudom, hogy hátrány vagy előnye az hardware gyártók szemében az, hogyha a felhasználó első körben lecseréli a saját szoftverüket. Aha. Ugye az volt a kérdés, hogy a mostani eszközök mennyire támogatják ezeket a firmware cseréket, illetve a hardware gyártók mennyire partnerek ebben, hogy segítséget nyújtsanak. Hát alapvetően ugye ennek a Linuxnak is van egy valamilyen minimális követelménye. Tehát a mostani routerek közül szerintem már mindegyik ezt a lécet megugorja. Itt a régebbi routerekkel van gond, ami nagyon-nagyon régi, és mondjuk nincs benne annyi memória, vagy a processzor nem elég erős ahhoz, hogy egy ilyet el tudjon futtatni. Illetve azért a gyártótól is függ, hogy mennyire nyílt ez a specifikáció, vagy mennyire visszafejthető az, hogy el lehessen készíteni azokat a drivereket, amivel végül is működni fog maga az eszköz. De úgy tudom, hogy van olyan gyártó, aki, most nem tudom pontosan a nevét, de mint olvastam volna arról, hogy aki már egy OpenVRT-vel jön ki. Tehát olyan... Esik? De van olyan, aki eleve a nyílt firmware-t használja, amúgy pedig az én véleményem az, hogy a gyártóknak tök felesleges saját firmware-t készíteni, mert rengeteg erőforrást nyernének azzal, hogyha azt inkább az OpenVRT vagy bármilyen más alternatív firmware-nek a tökéletesítésébe fektetnék. Onnantól kezdve van egy közösség mögött, aki egy csomó gyerhet levenne a gyártónak a válláról, illetve a felhasználónak is jobb lenne, mert egyrészt egy nyílt firmware tudna használni, ami hát nem azt mondom, hogy garantáltan backdoormentes, de sokkal kisebb az esélye, hogy ott bármi furcsaság fog a háttérbe futni, illetve ha minden router ilyet használna, akkor router váltáskor a felhasználó egy teljesen ismerős környezetben lenne, és nem kéne újra tanulni a menüt, hol kell beállítani ezt, ha kicsit bonyolultabb dolgokat szeretne, akkor azt hol találja a routerbe, egyáltalán támogatja az adott router. Tehát igazából az, hogy én most lecseréltem ezen a firmware-t, egyrészt nem bízok a gyári binárisban, ami zárt és nem tudom, hogy mit csinál, másrészt pedig olyan dolgokra szeretném használni, amit a gyári firmware biztosan nem támogat. És nekem ezért kellett ezt lecserélni. Mint például, mi az, amire használni akarod, és a gyáriban nincs benne? Például szeretnék csinálni egy megosztást, egy NAS-t, és ez nem kell semmit, rádob egy külső linót, és akkor már működik, illetve szeretnék VPN szervert csinálni, hogyha valahol nem biztonságosan tudok csak internetezni, akkor VPN-nel erre belépek, és onnantól kezdve már titkosított kommunikáció van ott, ahol nem bízom meg, és otthoni hálózatom meg, hát olyan, amilyen az, nem tudom mit kezdeni. Igen? Hát itt a VPN az kicsit lassú a fociálnak az eszköze. Valószínűleg nem onnan fogom a teljes mindent megnézni, amit megszoktam, de arra például bőven jó, hogy valami olyan oldalt megnézek, ami nem HTTPS-es, de mégis jó lenne, hogyha azért az adataim biztonságban lennének. Igen, van egy csomó kérdésem, úgyhogy egy-kettőt fontos, hogy feltenni nekem, hogyha más nem akar, most értem kérdezni. Jó, nyugodtan. Mit megint tudom, mi a véleményetek az 5GHz-es eszközöknek a vendor blockinger, amit Zeus a webzás most beiktatták, most azt mondtam egy éve mostanában. Mi azt mondja ki, hogy nem teheti lehetővé a firmware, például open source firmware feltételét, hogy az 5GHz-es frekvencia szabályokat betartassa az a firmware szabályokat, DFS szabályokat, ilyesmik. Uh-huh. Erről miatt meglátásokat? Ugye az volt a kérdés, hogy a EU-ban van egy ilyen szabályozás, hogy a 5GHz-es eszközöknél a nyílt firmware-t kizárják, mert valamilyen jogi dolog miatt nem lehet firmware-t cserélni ezeken az eszközökön. Hát nem tudom, ez már életbe lépett-e ez a szabály, vagy mint csak tervezett? Életbe lépett. Úgyhogy az új dizájnokat ez alapján kell hozzá gyerteni. Nem tudom ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz, tehát... Most kell még routert venni. Igen, most kell még routert venni, és akkor nincs ez. Nem tudom. Nem tudom, hogy ennek milyen következménye lesz. Alapvetően hosszú távon nem biztos, hogy ez jó dolog, hogy bezárjuk, és nem hagyjuk ezt megoldani, de szerintem itt valami hasonló fog lejátszódni, mint ahogy mondjuk a FIS gépeknél lejátszódott. Eleinte ott se lehetett Linuxot rendesen pultolni, aztán végül megoldódott a dolog is. És ma már a népsző disztribúciók ezt támogatják. Tehát valószínűleg az OpenVRT is ki fog jönni egy olyan firmware-ről, ami megfelelnek a szabálynak, és akkor azt föl lehet tenni. Tehát szerintem ez lesz majd a végeredmény.
szerű terfemberre vonatkozik, vagy pedig a routerben a Wi-Fi eszközben. Ez a routerben a routerfemvert úgy lehet megmozni, hogy ne szegényen szabályokat a tetszett, egy olyan felvert, aki bekonozza az országok kommunikára, és egészen frekvenciára olyan teljesményeket, amit nem szabad, akkor ezt nem jó senkinek. Vagy mint repülőterek környéken lekapcsolod mondjuk a radar ellenőrzést, mert mondjuk neked kell egy plusz szabad csatornát, akkor az OpenVRT-ben van arra lehetőség, hogy a beállításon meg tudod mondani az országodat, te gondolom ott figyelnek erre, hogy akkor azokat a frekvenciákat nem használja, és akkor ezt érdemes beállítani, hogy figyeljen arra, hogy ország alapján tudja, hogy miket használt és miket nem. Szerintem ez mind-mind csak olyan, hogy valaki kitalálta a jogszabályt, és igazából meg lehet neki felelni, csak egy plusz dolog, amire oda kell figyelni. Ha az OpenVRT-sek erre odafigyelnek, akkor szerintem ebből semmi gond nem lesz, hanem ugyanúgy fog működni, mint ahogy mondjuk a EFI-t is megoldották egy valami népszerű Ubuntu-nál, vagy bármilyen más új distribúciónál. Még szünetben beszélgettünk róla, mert igazából kettőfajta három megoldás van, az egyik a locking, teljes firmware tiltás, a titkosításítás és a validás, kripto, még egy monokernes megközelítés is lenne erre, vagy esetleg szintén a mint javasoltak a kollégák, és esetleg mint az eszköz leválasztani a reagíros részt, a processzor részt, a belül is még reagíros lesz érdekesebb. Mm-hmm. Jó, hát meglátjuk, hogy erre milyen válaszok születnek. Jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet.